Hello mindenkinek, az utolsó The House of the Dead 2 bemutató részt látjátok. Még az előző részhez visszatérve sikerült fejleményeket elérnem a extra fegyvereket illetően. Nézzétek meg Magdi nénitől milyen pofás kis fegyvert kaptam. Shotgun, hát köszi szépen. És hát bemutatom nektek ezt is. Két töltény van egy tárban, tehát gyanítom, hogy ez egy ilyen iszonyat gyorsan újra töltős lefűrészelt dupla csövű shotgun lehet. A shotgun töltény szórását akarták imitálni ezzel a sok kis lövéssel, szerintem sikerült nekik. Erről még annyit, hogy szokjátok a shotgunt, mert hamarosan jön a The House of the Dead 3 bemutató. A másik fegyver, amit találtam, az a Toy Gun névre hallgató fegyver, nem tudom, hogy hol találtam, komolyan. És ahogy halljátok, ez egy ilyen kis puttyogtatós lézerpisztoly, ilyen kis játékpisztoly. És ami még plusz, hogy ahogy szintén látjátok, az emberi karaktereknek így megnöveszti a kezét, a cipőjét és még a fejét is egy kicsit, tehát ilyen manónak néznek ki. Iszonyatos poén, úgyhogy inkább ezzel játszanám végig még egyszer a játékot. Na de folytassuk is a történetet az ötödik fejezettel. Már csak két fejezet van hátra, és mindegyik elég rövid lesz. Tehát miután Harrytől megkaptuk a Goldman főhadiszállásának koordinátáit, oda indulunk. És új ellenfelünk, ez a zöld sapkás Green Beret zombi, amelyik szerintem a legjobb a játékban. Nagyon jól el lett találva, jól néz ki. És ez a másik zombi. Ez igen, ez szívből jött. Ez egy kis parazitát kinyomott. Milyen undorító autót kapunk, az egy dolog. Nem tudtam, hogy Japánban a jobbkormányos autók a szabványosított közlekedési eszközök, de én is lehetek műveletlen. Na, menjünk lefelé. Mi a franc ez itt? Na jó, én ezt most nem fogom még egyszer levelni nektek, már szerintem annyiszor láttátok, hogy nektek is kíván a tökötök vele. Úgyhogy lépjünk is tovább. Kb. Két perc alatt amúgy is halott volt, és mi a zombi vezeti a kocsit? Oj, te jó Isten, Romero forog a sírjában. Na, ez mi volt? Mindegy. Na. Szinte sejtettem, tehát ez annyira The House of the Dead szokás, hogy a régi főellenfeleket még egyszer előre szóltam az első résznél, hogy ez megszokás, mármint megszokott dolog ezeknél a sorozatoknál. De hát őt is nagyjából egy perc alatt hidegre tettem, úgyhogy tekerjünk tovább a főhadiszállás felé. Elég érdekesen szállt be a kocsiba. És egy kisebb fajta fogadóbizottság, mindenféle izomkolosszus. Egy egész ilyen zöldsapkás hadtest. Ismét ilyen szerelmes zombik. Kitárja nekünk a szívét és a kukacot is, ami benne van. És két döglött polszki mellett, illetve között elhaladva megint bevillannak ezek a kékes makik, akikről majd a következő fejezetben lesz bővebben szó. Hatalmas farolás. Vaj, készíts magad Goldman, készülj föl, mert jövök. Sima zombik most már, nem is tudok igazán mit mondani róluk. Elég érdekes a kövezete ennek a térnek. Kicsit Doom 2-re emlékeztetett, nem tudom miért. Na és fönt nagyon berobbant valaki. Hé, de hát ezt már kinyírtuk egyszer az első rész végén. Hát így bizony, ez a Magician, aki meghalt, és amint látjátok, követi a 21. század divatát. És már ő is nem rózsaszín, hanem magenta színbe öltöztette a páncélzatát, meg az erejét, úgyhogy megvallom őszintén, szerintem így jobban is néz ki, főleg ezekkel a kis kukacokkal, amik kijöttek a szeméből, az első részben ilyen nem volt. És itt már természetesen nem fő-fő ellenfél, úgyhogy megkapjuk a gyenge pontját. Nem mintha lett volna olyan ember, aki nem jött volna rá először. Ugyanúgy a páncél nélküli részeit kell lőni. Meglehetősen erős ellenfél itt is, bár azért közel sem annyira szívós, mint az előző részben. De itt is nehezebb fokozaton vagy kevesebb élettel megszívhatja, ki áll ellene. Az a szerencsém, hogy most ugye original módban és dupla sebzésű töltényel megyek, úgyhogy másodpercek alatt gyakorlatilag ki lehet nyírni, hogyha jól célzol. Ugyanegy ilyen atomrobbanásban elpusztul. És jön az epikus beszólás megint.
Nem vagy te semmi, és irány felfele a hatalmas fellőkarcolóba, és sors ajtaja kinyílik. Szerintem valaki olajozza meg a sors ajtaját, mert kicsit nyikorgott. No de nézzünk is akkor be Goldman bácsinak a lakásába. Milyen fogadóbizottság ez, nem tudtam eldönteni, hogy ezek micsodák. Minden esetre ez az előszoba nagyon szép. Tényleg jól van kidolgozva ez a tükröződés a padlózaton, az is nagyon jól néz ki. És itt vannak a, akár az első részből is ismerős ilyen kis fémes makik. Az előző rész végén sokat anyáztam őket, mert 2 másodpercenként berakta őket a program. Illetve ezek az elektromos kezű magas barmok, ezektől mindig kiráz a hideg, és igazából nem tudom, hogy miért, mert abszolút nem félelmetesek, vagy nem is véresek, de nem tudom, mindig megijedtem tőle, főleg korábban. Aztán ezek a makik most már ilyen antigravitációs zombik is lettek, hát plafonon, fejjel lefelé, vagy ahogy látjátok, majdnem sokára oldalt is képesek megmaradni. Ezek már nagyon fejlesztett zombik lehetnek, ha egyáltalán zombik. Ah, megint egy ilyen. Francban kiráz a hideg ezektől, komolyan mondom. Semmiből előtűnő zombik, megint. Ez a terem meg ilyen zombi keltető lehet, gondolom itt rakják össze őket, de a Kurt Cobain zombit miért Inkbe meg Farmerbe dobták be ebbe a kis tárolóba? Miért nem úgy, mint a többit, úgy normálisan? Megint itt van. Na jó, akkor 10 másodperc alatt kinyírlak, fogadjunk. És utolsó töltény, ennyi. Ennyi volt, nem menekül el a főkukac, itt csak ennyit kellett csinálni, értelme volt berakni, komolyan. Noclip-elő zombik, Dr. Hex már simán lecsapta volna őket egyébként. Megint ilyen 90 fokos dőlésszöggel rendelkező zombik. Nem igazán értem. És az utolsó két ellenfelünk. És itt érdekes, hogy alapból egyből kimegy az ajtón, de később, hogyha jól játszotok, megmentetek minden túszt, akkor egy eléggé gazdagon felszerelt szobát, illetve végtelen kreditet és Rogen ruhát szereztetek, mondjuk ezzel lelőttem már egy poént, de nem baj, menjünk is fel akkor Goldman bácsihoz és nézzük, hogy mit mond. Már vártam rátok, barátaim, mindig barátnak hív minket. Goldman! Tudod, hogy mit csinálsz? Még szép, hogy tudom, hogy mit csinálok, nem látod? Hát megmondom őszintén, nekem nem esik le, hogy mit csinál, egész játék alatt a bőrfotelben ül és egy írtózatosan kurva nagy asztal mellett ül, amin nincs semmi. Úgyhogy nem tudom igazából, minek van ez az asztal ott. A lényeg az, hogy Goldman az emberiséget vádolja olyannal, hogy az élet körforgásába beleavatkozott, nem tudom, hogy mivel, talán a génsebészettel, és akkor ennek örömére szintén génsebészettel kifejlesztett egy olyan lényt, ami szerintem majd uralni fogja a emberiséget, és emperornak, vagyis uralkodónak, vagy császárnak keresztelte el ezt a lényt, aki szerintem erős tudatzavarban szenved. Legalább bemutatkozz, be tud, az nincs baj. Én vagyok, aki a természet fölött uralkodik. És el fogom pusztítani és utálni az emberiséget. Most azt nem értem, hogy az emberiség uralmára tervezték, akkor miért akarja kinyírni és legfőképp miért utálja őket? Ez egy elég nagy logikai baki szerintem, de lássuk a medvét, illetve az emperort. Ilyen kékes pokélabdákat küldözget felénk, és gondolom nem nehéz kitalálni, hogy a gyenge pontja ott a közepén lévő kis cékla, vagy nem tudom micsoda. És semmikor máskor nem lehet megsebezni, csak ha nincsenek ezek a pokélabdák körülötte, vagy legalábbis nem az összes. Aztán képes különböző dolgokat kreálni ezekből a fémgolyókból. Például ilyen kardot. Vagy ilyen erősebb golyókat küld ránk, ilyenkor abszolút sebezhető. Csak hát le kell lőni a golyókat is egyúttal. Illetve képes felvenni a már legyőzött főellenfeleknek az alakjait. Ez egy elég unalmas és nem éppen könnyű rész. Egy-két életet szerintem mindenki el fog veszíteni, legalábbis először. Az előző rész főellenfelével, tehát a Magician-nel összehasonlítva
van olyan nehéz ellenfél, főleg emiatt a rész miatt, de összességében a vége például sokkal könnyebb és szinte abszolút rizikómentes. Látjátok, begyorsítottam az egészet, mert elég sokáig macskázott ezekkel a szörnyekkel. Például ez a kígyós rész szerintem kivéthetetlen. Ilyen még egyszer nem sikerült visszalőnöm rendesen. Aztán ez a kis makit is ránk küldi, na az is elég zavaró. És ha megunja az egészet, akkor fölmegy a levegőbe és el is tűnik csak az a középső piros cékla, vagy nem tudom micsoda, jelenik meg, azt kell szétlőni, utána fogja a fejét. És a Magicianhez hasonlóan atomrobbanásban elrepül, bár ez inkább valami retro festménynek is elmenne ez a kép a robbanás során. Goldman! Most lecseszlek. Jaj, barátai, mennek még. Nincs vége. És ennyit tudsz mondani? Milyen szöveg ez? Majd idővel jön egy olyan ember, akinek sikerülnie fog. Minden jót, barátaim. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. És jól gondoltátok, az előző részhez hasonlóan ugyanilyen a befejezés. Végre vége van. Goldman nem érdekel, hogy ez a valaki jön-e vagy sem. Én akkor is tovább fogok harcolni. Ameddig akarunk élni. Megint ez az elsétálás, hátrafordulás, goodbye Goldman. Komolyan mondom, én már váltam a Farewell Sophie-t is, de nem jött. Aztán ugyanígy visszasétálunk az elejére, szerencsére nem a játék legelejére az autóhoz, hanem csak a felhőkarcoló aljáig. Az is elég, így is be kellett gyorsítanom, mert kicsit unalmas rész. És itt van az alap befejezés. Kinyílik az ajtó, és itt van ezen a téren mindenki, aki életben maradt, aki meghalt. Eléggé érdekes. Azonban itt a második befejezés. Ha 80.000-nél több pontot érsz el a játék során, ami mondjuk originál módban elég könnyű, hogyha a dupla pontszámos cuccot használod, találkoztatsz Rogennel, aki csak itt szerepel a játékban, és ez is az alternatív befejezés. És a legvégén akár csak az első részben itt is beírjuk magunkat a high score listában. Hát sajnos csak második lettem. Beírjuk, hogy Lali, de hát nem fér ki, úgyhogy csak az első három betűt. És főmenü helyett nézzük az értékelést, mert már nincs sok időnk. Kétségkívül a grafika fejlődött a legtöbbet az előző rész óta, habár itt is vannak érdekes animációk és eléggé ocsmány mosottas textúrák. A fő karakterek, zombik, egész jól néznek ki, úgyhogy szerintem erre meg tudom adni a 3 pontot. Többet azért nem adok rá, mert a következő részhez képest eléggé szarul néz ki, de ezt majd látjátok. A játék irányításáról gyakorlatilag semmi újat nem tudok elmondani. Tökéletes, megint csak két kattintásból kell gazdálkodni. Tökéletes. A zene lehet, hogy nem olyan rossz, de zombis játékba abszolút nem illik, ez egy általánosságban az összes zeneszámra jellemző. A játék hangjaival nincs különösebb probléma, viszont a színészi játék az átvezetők alatt mindenféle érzelem és beleélés nélkül mondják fel a szövegeket, kizökkenti az embert a hangulatból, úgyhogy nyomjátok át az átvezetőket. Hang és zene, 2-es, és még nagyon jó szívű voltam. Az előző rész hangulata itt is jelen van, sőt még rá is pakoltak két lapáttal. Az egész játék sokkal komolyabb, főleg a grafikának köszönhetően, a kerülőutak vagy alternatív megoldások sokkal izgalmasabb, sokkal pörgősebbek, kevesebb idegesítő ellenfél van, plusz az originál mód fegyvergyűjtögetése meg különböző marhaságai rápakolnak rendesen a hangulatra. Max pontszámot csak azért nem kap, mert mindezek ellenére még mindig egy elég rövid játék és 2-3 végigjátszás után megunható. Összességében tehát elmondható, hogy a The House of the Dead 2 sokkal jobb, mint az elődje. Mind grafikailag, mind játékmenetileg sokkal pörgősebb, sokkal több pálya van, sokkal jobbak ezek a pályák, az újrajátszhatósági faktor is sokkal nagyobb. A hangok botrányosak, de ezért nem is adok rá max pontot, úgyhogy elégedjünk meg egy 4-essel. Nos, hát én köszönöm is szépen a figyelmet, még találkozunk, szevasztok!